A Moody keverék vagyok, ami ugyan külsőmről annyira nem látszik, de 100% Moody egyéniség vagyok. Ha majál is, akkor ebugatta a kutyamustra. Idén másodízben rendezte meg a kutyaszépségversenyt a Babits Mihály Kulturális Központ a Prométheus Parkban május 1-én. Sziasztok, Dorka vagyok, 4 éves Yorkie keverék kutyus. Idén 35 nevezés érkezett a Hobby és Keverék kutyaszépségversenyre. A zsűri elsősorban az állat küllemét, a kutyagazdi kapcsolatot, illetve az ebb viselkedését figyelte. Molnár Krisztina fülessel vonult a bírák elé, aki 5 éve a család tagja. Ő egy utcáról befogadott keverékkutya. Nem tudjuk, hogy került oda. Beköltözött hozzánk. Jött, látott, beköltözött. Füles egyébként egy nagyon kedves, aranyos kutya. Mindenkit szeret, nagyon szereti a hasát meg a simogatást. Most ez a helyzet már egy kicsit sok neki, ami látszik is. Tehát most már eléggé elfáradt. Úgyhogy hát ez nekünk egy kis tanulság, hogy az ilyen kicsit sűrűbb helyzetekhez szoktatni kell. Azért, hogy a keverékkutyákat egy kicsit népszerűsítsük, hogy nem csak a fajtatiszta kutyák tudnak szépek lenni, hanem a keverékek is. És itt most nagyon-nagyon sok szép keverékkutyust láttunk. Aki mondjuk nehezebben mozdulna ki otthonról, ha mondjuk lakásban tart kutyát, akkor ugye mindenképp ki kell mennie naponta többször a kutyával, meg ha kertesházban lakik, akkor is többször kell vele mennie. Tehát kicsit kimozdítja a gazdit, meg ha az embernek van egy nehéz napja, hazamegy, megsimogatja, és utána még elfelejti a problémákat. Porkoláb Zsófi Mangóval indult a megmérettetésen, aki egyébként egy 1 éves beagle és puli keverék. 1 éves, és ő a kutyusom. Nagyon szökös volt, egyszer elszökött bajáig is, tolnán lakunk vele. És nagyon szeretem. Tavaly is indultunk, hallottuk ismerőstől, és kedvünk lett, és most is jöttünk, csak még egy kutyussal is, még Tinával. Sétálunk, játszunk, tanulunk, tanítom trükkökre. A versenyen ezúttal stábunk egyik 4 lábú tagja, Pipacs, a drótszőrű magyar vizsla is képviseltette magát. 2 éves drótszőrű magyar vizsla, és mivel elég ritka, és sokan megdicsérik, és kérdezik, hogy milyen fajta, így úgy gondoltam, hogy érdemes lenne őt benevezni. Pipacs egyébként imádja a gyerekeket, imádja az embereket, imádja a többi kutyát, ő játékos, aportírozni azt megállásig, valamint ha meglátja a vizet, egyből beleugrik. Rábíztatja az embert, hogy mozogjon, máskülönben nagyon jó lelkitársak. Az egésznapos rendezvényen ilyenkor számos helyi és környékbeli hagyományőrző együttes, tánccsoport és sportegyesület települ ki a Prométheus Parkba. Sok városi eseményen veszünk részt, vagy bemutatózunk a színpadon, vagy pedig standolunk, hogyha van erre lehetőség. Most erre volt lehetőség, én ennek nagyon örülök, mert a bemutatóra való készülés azért elég sok időt vesz el az edzésekből és a versenyre való készülésből. Az is egy jó dolog, szeretik a gyerekek, de ez egy más jellegű, egy kicsit szabadabb. Itt akkor a csapattagok jönnek, mennek, itt töltenek egy pár órát, besegítenek, és gyakorlatilag egész nap itt tudunk lenni. Aki ide jön és érdeklődik, az attól függően, hogy mennyire bátor, ugye általában a gyerekek jönnek, kipróbálhat különböző eszközöket. Ő Gyula, őt is meg lehet rugdosni, őt mindig el szoktuk hozni, mert ezt általában nagyon, nagyon szeretik, és a nagyobbaknak is jó, mert azért nagyobb az ellenállása, mint egy célpontnak. Úgyhogy ki lehet itt mindenfélét próbálni, attól függően, hogy mennyire aktív a gyerek, van, aki itt marad egy fél órát is akár. Több mint 10 éve alakult a klub, és folyamatosan fejlődünk, mind létszámban, mind edzés számban, illetve az edzések fajtájának tekintetében. Tehát most már egyre többféle csoportot indítottunk, egyre többféle stílussal. Gyakorlatilag van a klasszikus taekwondo, ez ugye egyrészt egy harcművészet, másrészt egy versenysport, és mi magunk is járunk versenyekre. De nem vagyunk egy versenyistáló, tehát itt az van, hogy aki szeretne versenyezni, azt visszük, és azt külön felkészítjük. Aki nem, az gyakorlatilag hobbi szinten, vagy az ő vizsgákra készülve ez nálunk. Akkor van egy főleg nőkből álló csoportunk, ez egy ilyen body combat jellegű zenés edzés, ez heti egyszer van. Ezen kívül van erőnléti edzésünk, és a kollégám Tamás, akit a háttérben látok, ő önvédelmi oktatást is tart hétvégente. Gyakorlatilag 3, de vannak 3 év alattiak is, mert van egy külön ovis csoportunk. Őket általában a tanítványaim szokták edzeni, vagy foglalkoztatni, és onnan egészen 50 pluszos a legidősebb tanítvány. Berlinger Attila igazgató elmondta, hogy a majális a közösségek, családok, baráti társaságok ünnepe. A legfontosabb az volt, hogy mindenki fesztelenül érezze magát a rendezvényen. Nem maradhat el a retro hangulat,
az éttermek, a büfék is, ugye sörrel, vízlivel is várják természetesen a Prometheus Parkba érkezőket. Délután is nagyon sok kulturális program lesz, együttesek, zenekarok, helyiek, messzebbről érkezők is ellátogatnak ma hozzánk. 14 órakor egy nagyszerű oldtimer autó bemutató, ezt is nagyon sokan várják, az itt lévők közül már hallottuk korán reggel, és hát este pedig két sztár fellépő szórakoztatja a közönséget, a Desperado és a Cosmics együttest várjuk. Én azt gondolom, garantált a hangulat és a jó idő ahhoz, hogy egy nagyszerű napot töltsünk el. A Prometheus Parkban ezúttal sem csak a hagyományos játékeszközök, hanem egy óriás kerék is helyet kapott. Néhány évvel ezelőtt járt már itt ez az óriás kerék a város központjában, és most azt a megállapodást tudtuk a várossal és a vállalkozóval közösen megkötni, hogy ugye egy-két napra nem nagyon lehet egy ilyen hatalmas eszköz felszerelni, leszerelni, egészen a Pünkösdi Fesztivál végéig éppen ezért itt tudjuk a Prometheus Parkban használatra felhasználni. Köszönjük a városnak az ez irányú támogatását. Ahogy említettem, ugye lesz még május folyamán több program itt, tehát nem csak a majális miatt, nem csak a Pünkösdi Fesztivál miatt használható, hanem folyamatosan én szívesen buzdítom az iskolákat, óvodákat, hogyha itt az év vége felé esetleg egy kis szabadtéri programba gondolkodnak, lesz itt látnivaló és érdekesség a Prometheus Parkban és a következő hetekben.